egy kicsit a sötét oldala a Földnek átveszi az uralmat a Holdon is. Ennyi történik, semmi extra. Sziasztok, péntek este 7:30 van, és irány a Vár. Méghozzá azért, mert itt fogok találkozni Ordasi Andrissal. Ha követitek a podcast adásokat, akkor tudjátok, hogy ő a csillagász, az a srác, aki szupernóvákat kutat, de most valami egészen közeli égitesttel kapcsolatban fog nagyon érdekes dolgokat mutatni. Igen, most van a holdfogyatkozás. Nem tudom, hogy Andrisék hol lesznek, annyi biztos, hogy a Halászbástya környékén, de szerintem egy távcsövet elég könnyű lesz észrevenni. Oké, én itt vagyok, de Andris nincsen sehol. Andris helyett vannak viszont felhők az égen, ami nem éppen egy jó előjel. Erős túlzás lenne azt mondani, hogy a Szent Háromság tér az a Halászbástya, de ott van egy hatalmas távcső, és ott van mellette András is. Szóval itt is van Andris. Szia! Hello! És nézzétek meg a pólóját. Csillagász, erről beszéltünk annó a podcastben, fordulj meg! A távcső készen áll, egyelőre a Holdra még várni kell, viszont Andris addig elmondja nekünk, hogy miért ilyen furcsa ez a mai holdfogyatkozás. Tény, hogy egy hangyabokányival furcsább ez a bizonyos mai holdfogyatkozás, mert hogy ilyen hosszú nem lesz soha többet a mi életünkben, de lesz majd egy néhány perccel rövidebb, ami pontosan ugyanolyan szép lesz, mint ez, sőt, talán még szebb, mert hogy ezek a csúnya felhők, amik itt mögöttünk tornyosulnak, ezek ma nem sok mindent fognak engedni nekünk látni, sajnos. Szerintetek azt el kell magyarázni, hogy mi a holdfogyatkozás? Tehát ez az, amikor a Föld és a Hold közé beékelődik a nap, vagy valami ilyesmi, nem? Pontosan, igen. Kis föld árnyék vetül a Holdra, semmi több. Egy kicsit a sötét oldala a Földnek átveszi az uralmat a Holdon is. Ennyi történik, semmi extra. Viszont ennél sokkal fontosabb kérdés, hogy miért lesz vörös a Hold? Jogos a kérdés. Miért lesz vörös, miért nem tűnik el teljesen? Ugye eleve akkor is, amikor a Holdat látjuk teljes pompájában, akkor is csak a nap ráeső fénye az, ami visszaverődik. Ilyenkor pedig a napból csak és kizárólag a Föld légkörén keresztül a vörös színű fény vetődik rá, és hát ezt látjuk visszaverődni, ezt a minimálisat, és ezért nem tűnik el teljesen a szemünk elől. Erről jut viszont eszembe egy nagyon régi vicc, de arra szükségem van egy szovjet űrkutyára. Ha még nem találkoztatok volna vele, akkor ő itt Lajka, nem az, aki fenn van a Szajuzon, hanem a kutyám, amit örökbe fogadtam körülbelül 3 hónappal ezelőtt az utcáról. Viszont van az a régi vicc, hogy mondják a NASA-nál, hogy úristen, nagy baj van, mert felmentek az oroszok, és a Hold negyedét befestették vörösre. Oké, nincsen semmi gond, mondják a NASA-nál, viszont jön az újabb hír, hogy az oroszok már befestették a Holdnak a felét vörösre. Oké, még mindig mindenki teljesen higgadt, majd jön a következő hír, hogy most már a háromnegyed részét befestették vörösre. Ezek után jön az, hogy az oroszok most már az egész Holdat vörösre festették. Erre mi a NASA-nak a válasza? Semmi gond, srácok, menjetek fel, és írjátok fel rá, hogy always Coca-Cola. Ez nem egy szponzorált tartalom volt. Oké, a távcső már készen áll, elég sokan jönnek ide megkérdezni, hogy belenézhetnek-e. Egyelőre semmit nem láthatnak, de várjuk a Holdat, hogy feljöjjön, aztán elfogyjon. Péntek van, kora este van, tehát nem kell az embernek fönnmaradni hajnalok hajnaláig csak azért, hogy lásson valamit. Kivéve, hogy esik az eső és ez így nem jó a távcsőnek se. Be kell csukni! Nem tudom, hogy milyen szerencsénk lesz, éppen most elkezdett esni az eső, úgyhogy nem tudom, hogy mit fogunk látni a Holdból, de még egyelőre reménykedünk, hogy lesz belőle valami. Itt lassan teljesen besötétedik, viszont az idő az nem kecsegtet semmi jóval, úgyhogy azok a képek, amiket berakok a holdfogyatkozásról, azok valószínűleg nem azok lesznek, amit itt a távcsővel csinálunk, hanem az, amit mondjuk a NASA honlapjáról töltök le. Viszont nem csak a NASA honlapján lehet különböző képeket találni, hanem érdemes Andrisnak is nézni a csatornáját, ami
a Csillagász néven fut YouTube-on, mondjuk erre felé kéne mutatnom. Na mindegy, keressetek rá, minden esetre belinkelem a videó alá, úgyhogy ott megtaláljátok. Várjuk az évszázad leghosszabb holdfogyatkozását, úgyhogy lényegében tiszta felhős az ég, viszont egyre több az ember, ami azt jelenti, hogy egyre több mindenki csalódik. Ez az időjárás, ez valahogy most nem kedvez nekünk. Arra gondoltam, hogy ha már itt ilyen szép számba összegyűltünk, akkor azért valamit így mesélnék magamról, csillagászatról, meg arról, hogy miért jöttünk itt össze, még akkor is, hogyha nem látjuk, amiért összejöttünk. Olyan szempontból viszont nem jöttünk hiába, hogy Andris most éppen az összegyűlt tömegnek egy rögtönzött csillagászati előadást ad, ami szemmel láthatólag eléggé leköti az embereket. Úgyhogy hold volt, hold nem volt, Andris minden esetre mesél. Ez egyébként az ő poénja volt. Most lajkára fogom, hogy el kell jönni. Igazság szerint nem tudom, mekkora esély van arra, hogy a következő nagyjából fél órában előbukkanjon a hold, és lehessen is látni a holdfogyatkozást. De egyáltalán nem mondom azt, hogy nem érte meg feljönni, mert végül is tök jó program volt. Nagyon jó előadást tartott Andris, illetve azok a csillagászok, akik még vele megjelentek, és szerintem akik itt maradtak, azok sem nagyon bánták ezt az egészet. Viszont szerencse, hogy holdfogyatkozás viszonylag gyakran van, még ha nem is ennyire optimális időben, de majd még el fogunk csípni egyet. Sziasztok!